Sziasztok, Dani vagyok. Ez a tegnapi videónak, a tetőtervező programnak a második része. Átnéztük az előző videóban, hogy hogyan lehet megtervezni egy tetőt, és most megnézzük a tervező programnak a különleges részeit, illetve milyen dolgokat lehet még megcsinálni vele, milyen információkat, adatokat lehet kinyerni, de ne is szaporítsuk a szót, hanem vágjunk bele. Ugye itt hagytuk abba, hogy elkészült maga az épület. Annyit csináltam, hogy erről az oldalról, ahogy látjátok is, kitöröltem a szarufákat, mert ahogy mondtam, hogy ha az alapbeállításoknál nem az automatikus szarufakiosztást tesszük, akkor nekünk kell utólag ezt megcsinálni. Itt van is egy kis ikon, ez a szarufakiosztás, ide ha rámegyünk, itt egyetlen lehetőségünk van. Kiválasztjuk a megfelelő tetősíkot, jelen esetben ugye ezt, és akkor az épület szélét, várjátok, lekapcsolom a felületet, mert ez néha egy kicsit bezavar, mondjuk meglövöm így az épület szélét, egy kattintás, utána húzom a másik feléig, ott is, akkor felugrik egy ablak, most ezt egy kicsit visszább rakom kicsibe, itt látjátok azt, hogy a sarokpont hol legyen, az mármint az első, és ugye én az épület szélét jelöltem, de ha egy 10 centivel beljebb akarom, hogy legyen az első csonkaszarufánk, akkor beírom, hogy 10. A másik méretünk ugye az itt van 900-on, és ide is beírom, hogy ki mínusz 10, akkor mind a két oldalról, balról is és jobbról is 10-10 centivel beljebb teszi. Tudok még itt egy körülbelül tengelytávot állítani, ez azért csak körülbelüli, mert ugye adott épület szélességgel dolgozik, azon nagyon sokat nem tudunk variálni. Mondjuk beírom, hogy 90, és látjuk, hogy 12 darab szarufa van, így átállított a 11 darabra. És ha rányomunk egy okét, akkor látjátok, be is tette a szarufákat ide nekünk. Úgyhogy így is ki lehet osztani a szarufákat, illetve az automatikus szarufa kiosztással is, bárhogy amelyik szimpatikus, bármelyikkel megcsinálhatjuk. Na de arra gondoltam, hogy elindulunk szépen sorba, és akkor nézzük itt ezeket az elemeket. Ugye van ez a szelektálás, amikor arra rábökünk, ki tudunk választani egy darab elemet, jobb klikkel, ha ráklikkelünk, akkor itt például tudunk módosítani rajta. A méretén, ugye ez most 8x18-as, de tudunk állítani azon is, hogy hogy a tengelyéhez képest eltolja jobbra-balra, fel, lefelé, szóval itt ezeken a méreteken tudunk, vagy ezeken tudunk állítani, most nem akarok belevariálni, szóval utólag is tudjuk minden egyes elemnek a vastagságát, vagy keresztmetszetét módosítani. Nézzük a következőt, pluszba lehet épülethez falat hozzáadni, most nem fogok, illetve van egy olyan, hogy falat a tetőnek illeszt. Itt az összes falnál be tudom állítani, hogy az összes vagy egy fal felületet illesztünk a tetőnek. Például akkor egy fal felület, ezt kiválasztjuk. Rámegyünk, hogy oké, okay, mivel eleve úgy volt, azért nem fog módosítani, de hogyha van egy, tételezzük fel, hogy egy tűzfalas tetőnk, és ott utólag módosítunk a hajlásszögen, mondjuk meredekebbre vesszük, akkor maga a tűzfal az alacsonyabb lesz, utólag akkor ezt egy kattintással hozzá tudjuk igazítani. Jó, következő, ablak vagy ajtó létrehozása, ugye itt is ki tudunk választani a falon, akár itt egy elemet, vagy egy oldalt, és akkor ugyanúgy odahúzzuk ablakszélességet, ablakmagasságot, könyöklő magasságot be tudjuk állítani, pozícióját a falban, mondjuk akkor ez legyen 150, magassága is maradjon 150, könyöklő magasság 90, és akkor ez a pozíciónk pedig legyen 600 cm. Akkor látjuk, hogy ettől a sarokpontunktól 600 cm-re berakta. Lehet itt a szárnyal kapcsolatban állítani, keretet, anyagot, szint módosítani. Nem akarok nagyon részletesen vele menni, mert nagyon hosszú videó lenne még így is. Igazából rengeteg-rengetegféle megoldási lehetőség van. Ugyanezt meg tudjuk csinálni egy ablak,
ajtóval, hasonló a beállítási paraméterei, amik a ablaknál voltak. Most ezzel se akarok foglalkozni részletesebben. A következő a tető. Itt, ha megnézitek, akkor van egy profilbeállítás, itt ki tudunk választani egy tetősíkot, és akkor visszaugrik ugyanoda, ahol elkezdtük a tetőnket megtervezni. Itt utólag tudunk bármit módosítani. Ez szerintem azért nagyon jó, mert hogyha csinálunk egy látványtervet, valakinek akár egy régi kádárkockát szeretne felújítani, és picit szeretne módosítani a hajlásszögen, akkor csinálunk egy látványtervet, na, ez így néz ki, és hát, mondja a tulaj, lehet, hogy jobb lenne, egy kicsit laposabb, nem, mit szólsz hozzá. Akkor itt tudunk módosítani a hajlásszögen, meg tudjuk neki mutatni, hogy egy 20 fokos tetővel így néz neki, egy 30 fokos tetővel úgy néz neki, szóval egy utólag is tudunk bármit módosítani, kapunk egy statikai változtatást, akkor be tudunk egy középszelement rakni, meg tudjuk vastagítani, szóval sokféle lehetőségünk van. Ezt most nem módosítjuk, most nem nyúlok így bele. Tudunk itt olyan is csinálni, hogy az ereszt tudjuk kicsit kihosszabbítani. Azt hiszem így. Aha. Oké. Kijelöltük itt ezt a részt, itt is felugrik egy ablak, be tudjuk állítani a hossztávot, ez legyen 400, mentjük eresztávolság, ugye itt mindig itt is mutatja, hogy melyikről van szó, ez a plusz eresztávolságunk, hogy ugye ez a eredeti, itt idáig, és ez az ű, ez mennyivel szeretnénk hosszabbra hagyni, ez legyen mondjuk 150 cm. Oké, és hogyha itt elhúzom egy kicsit, akkor látjátok, hogy itt ezen a részen, most elég bénán jelöltem ki, de ott a, ezen, ha kicsit módosítok, akkor szerintem már így látványosabb, vagy jobb lesz. Így, oké. Ezen a részen hosszabbra fogja hagyni a szarufákat. Jó lenne, ha körülbelül úgy, ez pedig 370, akkor nagyjából így van, a szarufánál lenne. Tetőnek a dőlésszögén itt nem tudok módosítani, itt ez ugyanaz ennél, mint a nagy tetőnél. Nyomjunk egy okét, és akkor látjátok, hogy itt ezt ki is toldotta, mivel pont így félig lóg bele ebbe a szarufába, ezért itt ezt nekünk itt kihagyta, vagy elvágta, de nem probléma, mert van erre lejjebb egy olyan, hogy fakötések, kiválasztom vágás illesztést, rákattintok erre a szarufára, és igazából ugye idáig szeretném kitoldani, akkor ha megnézitek, akkor szépen hozzáilleszti ahhoz. Nyomunk egy okét, és akkor már hozzá is illesztette. Szóval néha egy kicsit játszani kell vele, vagy bele kell nyúlni, de ha látjátok, például lehet egy ilyet csinálni, hogy kicsit kihosszabbítani egy előtetőnél, vagy egy ablak felett, vagy bárminél, egy terasz résznél. Ezt meg tudjuk csinálni. Jó, többivel nem akartam foglalkozni. Következő az a kémények és a tetőablakok. Mondjuk, egy tetőablakot kiválasztunk, tetőablakikont, és mondjuk ide a konyhra szeretnénk betenni, akkor kiválasztjuk azt a tetősíkot. Látjátok itt a nyilat, hogy ettől a ponttól fogja méretezni. Körülbelül oda tesszük be. Ha felugrik ez az ablak, akkor itt be tudjuk állítani az ablaknak a méreteit, mondjuk 78x140-es ablakot. Amikor beírjuk a méretet, akkor látjátok, hogy változik is ott a 3D-s rajzunkon is. Ha be van létszezve a tetőnk, ezt a méretet is beállítottuk, akkor be lehet azt is állítani, hogy hozzáigazítsa, hogy a ablak alatti léchez képest, hogy hova tolja el, hogy pont jól jöjjön ki a cserép, ne kelljen vágni. Például be van állítva, hogy 10 centire legyen, de ezt beállíthatnánk, hogy 5. Akkor itt van az A sarokhoz a távolság, ez mondjuk legyen 300 cm, akkor ugye arrébb teszi.
Szóval ami megvan nekünk adva rajzon méret, ahhoz hozzá tudjuk igazítani. És ha nyomunk egy okét, akkor be is teszi nekünk oda az ablakunkat, illetve az ablakkeretünket, megcsinálja a kiváltást is hozzá. Ugyanabból az anyagból, ugyanabból a keresztmetszetből, amiből a szarufák is vannak. Szinte ugyanígy működik a kémény is. Megjelöljük körülbelül azt a pontot, ahol szeretnénk a kéményt tenni. Látjátok, hogy itt most már mutatja is. Oda húzzuk is. Ugyanúgy beállítjuk a kéménynek a méreteit, beállítjuk a XY tengelytől a távolságot, lehet forgatni is. Most ebben nem menjünk bele részletesebben, hogyha valakit érdekel, akkor úgyis megbeszél ezt a programot, és akkor szívesen beszélünk még erről részletesebben. Oké, következő kutyaól, itt van többféle lehetőség. Van többféle lehetőség a kutyaólakról, hogy miért szeretnénk ide beépíteni, mondjuk választjuk ki ezt a legyen ez. Ez a kutyaól, itt is kiválasztunk egy tetősíkot, legyen ez a tetősík. És tegyük be így nagyjából ide, ehhez. Egy picit várunk, betölti. Látjátok, itt mutatja nekünk ezen a kis ábrán, hogy körülbelül hol lesz a kutyaólunk. Itt csomó mindent be lehet állítani, a hossz méretét át tudjuk állítani. Akkor beállíthatjuk az alapméretet, hogy a faltól hány centire legyen, hogy falsikon legyen-e. Ez mondjuk maradjon akkor falsikon. Akkor ezekkel most nem foglalkozunk, kezdőpont, úgy beteszem ezt, hogy akkor ez legyen középen, akkor ez kicsit arrébb húzza. Oké, van valahol egy olyan pont, ezt most meg kell keresnem, ezek a fal, igen, hozzáépítési oldalaknál van olyan, hogy profil, ha arra rámegyünk, akkor ugyanaz az ablak, vagy hasonló ablak felugrik, mint mikor a tetőt terveztük. Itt be tudjuk állítani, hogy mondjuk ez legyen egy 25 fokos tető. Ugyanezt átmásoljuk a túloldalra. Profil szélessége legyen mondjuk 200 cm. Ezt is átmásoljuk a túloldalra. Akkor ugye a profil szélességet rákattintunk, akkor látjátok, hogy az a faltól a gerincig, hogy mennyi. Be lehetne ide is rakni középszelement, fogópárt, élgerincet, a szarufának a dolgait lehetne módosítani, ezt most nem módosítgatjuk. Látjuk, hogy így akkor egy kicsit átalakította ablak magasság, hogyha tennénk bele ide egy kis nyílászárót, akkor azt is be lehetne. Jó, nem akarok most hosszasan belemenni, csomó mindennel lehet itt állítani. Egyelőre maradjon így, ha úgy van, akkor majd részletesebben beszélünk még róla. Ugye betette nekünk ide ezt a kis kutyaollat, tehát nem néz ki túl jól, nincs középen, de most nem is számított ez, vagy nem is volt ez a lényeg. Itt rámegyünk a szarufa kiosztásra, és akkor kiválasztjuk a tetősíkot, és akkor kijelöljük, hogy hova kerüljenek a szarufák. Ugye itt tudunk körülbelül tengelytávot állítani, erről már beszéltünk. Ezeket most nem részletezem végig újra. Ezt betettük oda, kiválasztjuk ezt az oldalt, itt is ugyanúgy berakjuk a szarufákat, leokézzük, és akkor látjátok, a szarufák már bent vannak a helyén. A következő lépés, azt most kihagyjuk, nézzük az alatta lévőt. Él és hajlat. Itt ezt beállítjuk, hogy ne legyen az alap elhúzva, illetve lehet az, hogy mélyebbre helyezze, és akkor nem kell visszavágni az élnek a tetejét, vagy a vápának a végét. Jelen esetben ezt hagyjuk ugyanígy, ahogy van. Esetleg ezen módosítsunk egy mondjuk egy 10x15-ösre, nem kell ide nagyobb vápa felesleges, mert ez egy pici tető. Erre az oldalra szintén be kell tenni egy kis vápát. Oké, ez is bent van. Szóval egy kutyaolt pluszba hozzáadni, így lehet megcsinálni. Ezt akartam lekapcsolni. És akkor a fakötéseknél van ez a vágás illesztése, erre ha rákattintunk, és mondjuk ezt a vápát szeretnénk neki szabni ennek a szarufának, akkor rákattintunk a vápára, és a másik kattintás pedig a szarufa oldalához lesz, akkor itt megjelenik ki kis ábrán, látjátok, hogy a vápa szépen neki van ide szabva, ha így akartuk, ez így tetszik, akkor nyomunk egy okét, és már szépen hozzá is szabta, stabilan áll.
ezen az oldalon ugyanúgy megcsináljuk, rákattintunk, megjelöljük a másik felét is. Oké, azt is neki szabtuk. Persze itt, ha megnézitek, akkor itt most kimetszi egymást a vápa, illetve a szarufa. Ezt még különbe lehet állítani, hogy ez most hogyan találkozzon itt egymás mellett a kettő, hogy akkor ez a szarufa, ez csak a vápáig érjen, vagy hogy hogyan legyen, azt is be lehet állítani, illetve át lehet állítani. És akkor a szarufa itt már csak a vápáig ér. Szóval látjátok, hogy nagyon-nagyon sokféle beállítási lehetőség van, ezeknek a végeit le tudjuk vágni. Nem megyek bele nagyon részletesen, mert nagyon sok időt elvenne, és tényleg nagyon hosszú lenne ez a videó. Akiket tényleg érdekel, azokkal nagyon szívesen beszélhetünk még erről, vagy csinálhatunk egy külön videót, vagy egy hosszabb videót majd erről, ahol ezeket át tudjuk beszélni. Igazából ez most csak egy bemutató, és nem minden részletbe akarok belemenni. Jó. Itt a vágás illesztésnél láttátok, hogy mire lehet használni. Van egy ilyen, hogy elválasztás, vagy összekötés. Itt például a szarufáinkat, nem szarufára gondoltam, hanem például a talpszelemenünket tudjuk akár elvágni, mondjuk ennél a szarufánál, ha el szeretnénk vágni. Hogy látszódjon is, akkor inkább ide beírom, hogy mínusz 25 centi, szóval szarufától vissza 25 centire vágja el, mert ha pont a szarufánál vágja el, nem fogjuk látni. De akkor itt látszik is, látjátok, hogy ott van a vágás. Ez azért fontos, mert hogyha csinálunk egy ácslistát, akkor ezt a szelemet nem egy hosszú darabban fogja hagyni, hanem ott, ahol elvágtuk, ezt két darabként fogja megjelölni majd számunkra. Vannak még itt ilyen beállítások, itt is tudunk módosítani, ezzel nem akarok most foglalkozni. Van egy ilyen mérés, ezt 3D-ben nem tudjuk, illetve méretezés, számozás, ezt 3D-ben nem tudjuk alkalmazni, viszont itt van ez a mérés, ezt már mutattam, hogy falnál lehet, vagy ha például szeretnénk az élszarufánknak a hosszát megmérni, akkor így erre is van lehetőség. 814,2. Szóval ezt a mérést, ezt a kis mérőszalagot erre lehet használni. Váltsunk is át, akkor nézzük meg 2D-be, hogy néz ki egy ilyen. Szóval nézzük a felülnézetit. Én ezt azért nagyon szeretem, mert van itt egy olyan, hogy szerkesztés, számozás, CNC pozíciószám, és itt beméretezi az összes fa elemünket, minden egyes faelemet külön számmal, kivéve amelyik teljesen ugyanazok. Látjátok, itt van 50-esekből van több darab, ezek a fogópárok, mindezek teljesen egyformák. És azért jó ez, mert hogyha rámegyünk arra, hogy listák, lista kiadása, oké, akkor csinál egy ácslistát nekünk, most egy kicsit kisebbre veszem, ahol ha rákattintunk a szelemendre például, akkor látjuk, hogy melyikről van szó. Ha rákattintunk a fogópára, akkor látjuk, hogy melyikek, vagy ez a élshifternél, látjuk, hogy ez a kis csonkaszarufa az, és ami nagyon jó ebben az ácslistában, hogy minden egyes elemnél ott van, hogy hány darab, milyen széles, milyen magas, mennyi a hossza, mennyi a felülete, ha esetleg festeni vagy lazúrozni kellene, mennyi az az egy darab elem, vagy azok az elemek köbméterben, illetve a pozíció, a CNC száma is itt van, és a legvégén van egy teljes listánk, legvégén ott van, hogy ez hány köbméter. És akkor itt mindent látunk, például ha keressünk egy élszarufát, élszarufa itt is van, itt látjuk, hogy ez az élszarufánk 8 méter 20 centi, vegyük egy picit kisebbre, itt látjuk két darab van ebből az élszarufából, 8 méter 20 centis, egy jobbos, egy balos, annyit kell esetleg módosítani rajta. Szóval szerintem ez az ácslista, ez nagyon jó. Ha semmi másért, akkor már ezért megéri szerintem ez a 30 ezer plusz áfa. Ezen kívül tudunk még olyat csinálni, nem is tudom milyen, mennyi ideje beszélek, lassan abba kéne hagynom, mert tényleg hosszú lesz ez a videó, hogy profilrajzot bármelyik tetősíkról. Most nézzük mondjuk ezt az oldalt, rákattintunk, itt ugye el tudjuk nevezni, most itt ezt nem nevezem el, és akkor csinál egy ilyen metszetet róla, szerintem ez nagyon szuper, meg tudjuk spórolni a zsinórpadot, minden méret rajta van, keresztmetszetek, rajta vannak a vízszintes magasságok,
a függőleges magasságok, a vízszintes méretek meg vannak adva, a fogópárnak a méretei, hogy mi hova kerül, hol kell kivágni, hány centit kell kivágni, a kármiknak a derékszöges felső fája, hogy hány centi. Szóval ez egy nagyon szuper zsinórpad, és sokszor nincs hely, hogy megcsinálja az ember rendesen, szerintem ott tök jó, hogyha van egy ilyen rajzunk, és akkor ez alapján, ha van egy alfa vinklink például, azzal nagyon könnyen le tudjuk szabni akár ezeket a szarufákat is. Amit én picit hiányolok, vagy sajnálok, de hozzá kell tenni, hogy ezért a pénzért nem lehet elvárni, hogy minden benne legyen, ugyanúgy, mint egy drága programnál. Az, hogy külön nem tudunk gyártmányrajzot csinálni egy élről, vagy egy vápáról, olyat meg tudunk csinálni, hogy kiválasztjuk például ezt az élt, akkor ezt itt körbe tudjuk forgatni, meg tudjuk nézni, hogy hogy kell kinézzenek a kármik rajta, de ugye a méreteit azt nem látjuk pontosan. Szóval minden egyes elemet meg tudunk így nézni, körbe tudjuk forgatni. Egy kényesebb csomópontnál abból a szempontból jó lehet, hogy lássuk, hogy na, hogyan is kell kinézni, jól számoltunk, vagy jól vágtuk össze. Szóval ebből a szempontból jó lehet, de pontos méreteket nem látunk, illetve gyártmánytervet nem látunk. Persze vannak ilyen homlokzatok, előről, hátulról, jobbról, balról, itt is ugyanúgy tudunk mérni bármit, ha szeretnénk, akár ha vízszinteset akarunk mérni. Mondjuk innen a ház sarkától a gerincünk hány centire van, akkor ezt be tudjuk méretezni. 350, vagy ha meg szeretnénk mérni, hogy függőlegesen, hogy a legmagasabb gerincpontunktól itt a kis túllógásunk alja hány centiméter, akkor ezt is meg tudjuk tenni. Szóval egy csomó mindent be tudunk itt is méretezni saját magunknak, a program automatikusan ezeket sajnos nem méretezi be, de ezeket meg tudjuk. Szóval sok érdekes dolgot lehet, magasságokat tudunk ide megadni, hogy akkor az hány centim van, ablak tetejét, hogy az hány centi. Szóval sokféle magassági méretet is meg tudunk adni. Szerintem ez egy tök jó dolog. Ha tényleg semmi másra nem használjuk, csak egy látványtervet csinálunk egy megrendelőnek, szerintem az már szuper jó lehet. Egy hozzáadott érték lehet a munkánkhoz, vagy a szakmánkhoz. De ha csak az ácslistát nézzük, akkor brutál sok időt megspórolunk vele. Ha jól belejövünk ennek a rajznak a használatába, illetve a tervezőprogramnak a használatába, akkor nagyon gyorsan fogunk tudni árajánlatokat csinálni, nagyon gyorsan megtanuljuk használni, és akkor utána óriási segítség lehet, hogy akkor milyen hosszú az él, meg tudjuk nézni a ácslistába, meg tudjuk nézni az ácslistába a csonkaszarufáinknak a hosszait, és ha a drágább programot használnánk, ott lehet akár azt is beállítani, hogy most 6 méteres szarufákból, egy anyagból, vagy 6 méteres faanyagból, egy darabból melyikeket szabjuk le úgy, hogy a legkevesebb hulladék legyen. Szóval nagyon sok mindent nem tud ez a program, de ennyi pénzért úgy gondolom nem rossz így se, sőt nagyon jó, nagyon hasznos, vagy nagyon praktikus lehet sokunknak. Ha téged inkább érdekelne egy drágább program, akkor szívesen mutatok arról is videót, hogy miben tud mondjuk többet, mint ez, részletesen elmondom szívesen, ugye most már így felületesen említettem néhány dolgot, eszméletlen, hogy mit tud ez a program is, és tényleg nagyon sok mindenben nem mentünk bele, és amit a másik meg tud, a drágább program ehhez képest az brutális. Ja, szóval érdemes elgondolkodni most ezért a pénzért, hozzá lehet jutni. Írjátok meg, hogy mit gondoltok, hogy mit használtok, használtok-e ilyet, miért nem, hogyha nem, milyen gondolataitok vagy érzéseitek vannak, ami miatt esetleg úgy vagytok vele, hogy én jobban szeretek deszkából csinálni egy zsinórpadot. Persze én ezt is megértem, de higgyétek el, hogy ez egy hozzáadott érték lehet a munkátokhoz, vagy a vállalkozásotokhoz. Sokszor az emberek már elvárják, hogy szeretnék látni, hogy milyen lesz majd, amikor elkészül, ezt meg tudjuk csinálni, illetve itt még van egy olyan, hogy tetőfelépítés létrehozása, hogy be is lehet cserepezni, szóval így egy kicsit látványosabb
tud lenni a tető, amit elkészítettünk. Szóval tök jó kis látványtermet lehet róla csinálni, vagy ezzel csinálni. Érdemes szerintem elgondolkodni rajta. Nem is tudom, biztos van még egy csomó minden, ami így eszembe se jut, hogy mit tud. Majd az András megírja, hogy Dani, ezt is elfelejtetted, azt is elfelejtetted, biztos, de szívesen beszélek még róla. Ha érdekel valamelyik őtöket, látjátok, a létszezést is be tudja rajzolni, a lambériázást a látszódó részeknél, szóval tök jó. Szóval nem tudom eleget dicsérni, és tényleg nem azért dicsérem, mert most nekem ebből pénzem van, hanem azért dicsérem, mert én használom, ezt szeretem, nem ezt a verziót, de ez is egy csomó mindenre használható. Ja, jó, nem fényezem tovább, srácok, mert nincs értelme, vagy elhiszitek, vagy nem, és vagy kipróbáljátok, vagy nem, ez a ti dolgotok már, ne érezzétek kényszert semmire. Én örülök neki, hogyha minél többen használják ezt, mert szerintem ez a jövő. Hosszú távon ez még több embert, fogja ezt majd használni. Jó, na lezárom ezt a videót, mert így is már nagyon hosszú lesz. Ha nem láttad az első részt, akkor ha nem felejtem el, beteszem ide, vagy majd itt megjelenik valamelyik oldalon, nézzétek meg azt is. Írjátok meg tényleg kommentben, hogy mit gondoltok, megveszitek-e, nem veszitek, kipróbáljátok-e szívesen, vagy nem. Bármi kérdés van, írjátok ide be, megkérem az Andrást, hogy figyelje majd a komment szekciót és válaszoljon, ő fog tudni jobban válaszolni a kérdésekre, de amire tudok, arra én is válaszolok nagyon szívesen. A következő videó jövő héten fog jönni, pontosan nem tudom, hogy micsoda még, de jövő héten találkozunk. Sziasztok!